védőmet legyen képes, nem nyilatkozni. Hagyó Miklós a jogerős ítélet kihirdetése előtt sem változtatott szokásán, nem válaszolt az újságíró kérdéseire, és bent a tárgyalóteremben sem engedte, hogy róla felismerhető felvétel készüljön. Azután se, hogy az ítélőtábla kimondta döntését. A Hagyó Miklós elsőrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztést 1 év 6 hónapra, a szabadságvesztés végrehajtása felfüggesztésének próbaidejét 3 évre enyhíti. Vagyis a szegedi ítélőtábla szerint bűnös hűtlen kezelés miatt, de a zsarolás és a hivatali visszaélés vágya alól felmentették, nem kell börtönbe mennie. Hagyó Miklós az ítélet után sem állt szóba újságírókkal, csak ügyvédje beszélt. Az ügyészi indítvány az volt első fokon, hogy 10 évet meghaladó tartamú szabadságvesztést fegyházban töltsön le további társaival együtt, akkor azt kell mondanom, hogy olyan ítélet született, amelyet annak ellenére kell elfogadnunk, hogy a tartalma nem egyezik a vallomásunkkal. Az azóta fogalommá vált Nokia-s doboz is ennek az ügynek az egyik vallomásában hangzott el. Erről a BKV korábbi vezérigazgatója beszélt először a sajtóban 2010 tavaszán. Konkrétan én egy alkalommal adtam át 15 millió forintot. Milyen formában? Hát ebben a Nokia-s dobozban közvetlenül a Hagyó úrnak. Balogh Zsolt, aki ma ott ült Hagyó Miklós mellett a vádlottak padján, később a perben visszavonta az állítását. A bíróság nem is vette figyelembe. Más, a BKV által kötött szerződések miatt viszont több vádlottat is bűnösnek találtak. Olyan, például tanácsadói megbízások miatt, amelyekből a BKV nem profitált, viszont sokba kerültek. Az ítélőtábla bírája az indoklásában kritizálta az ügyészséget, amiért az eljárás alatt több vád is megdőlt. A eredeti 15 vádotból 6 vádot tekintetében teljes körű felmentésre került sor, és a többi vádot esetében is a vád a többszörösen szűkített vádhoz képest is körülbelül a tényállások felé, mondta be a bíróság a bűnösség körében. A vádlottak közül a 8. és 9. rendű vádlott súlyosabb büntetést kapott. Egyikük, a cég korábbi kommunikációs igazgatója, 3 év letöltendő börtönt. Ő a botrány kirobbanásakor interjút adott a házon kívülnek, amiben elmondta, hogy több szerződés is született, amit nem a BKV, hanem valamelyik politikus lobbistája tartott szükségesnek. Ezeket a kéréseket sosem lehetett elhárítani? Egy részét el lehetett hárítani, általában jóval nagyobb összegekre tartottak igény, mint ami végül megvalósult, ezekből permanens viták voltak. A volt vezérigazgató helyettes ma már nem akart nyilatkozni, csak annyit mondott, ügyvédjével felülvizsgálatot kérnek a kúriától.